Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, és a mai videóban felevenítjük, mi is történt az első Pókverzum filmben, ugyanis holnap érkezik a második része, szóval nézzük is, hogy mit is kell tudnunk, mielőtt beülünk a holnapi moziba. Szóval, mivel eddig csak egy film volt, így nyilvánvalóan egy filmről tudunk beszélni a szerdai premier videóban, de akkor nézzük is. Az 1610-es földön járunk, ahol Peter Parker a pókember már 10 éve, akit emellett nagyon sokan megszerettek az emberek, szóval itt egy közkedvelt pókember szó szerint. A másik szálon van egy Miles Morales nevű friss gimnazista srác, aki egyelőre nehezen illeszkedik be az új iskolájába. A kollégiumából kiszökik néha-néha esténként, és elmegy bácsikájával, Aaron Davis-szel a hobbiukat csinálni, graffitizni. Igen ám, de ott megtörténik a film egyik legfontosabb történeti eleme, Miles megcsípi egy pók. Ennek aznap még nem tulajdonít nagy figyelmet, de másnap arra ébred, hogy kicsi rá a nadrágja, a hallása fejlődött, és hogy tapad a falon. Itt megismerkedik Gwen Stacy-vel, akivel később lesz fontos majd a kapcsolata. Ezután Miles elmegy arra a helyre, ahol megcsípte a pók, kiderül, hogy ez a hely szerint a Fisk új laborjában van, legalábbis mellette, ahol próbálja a multiverzum segítségével visszahozni családját. Viszont ott van pókember, aki a goblinnal való összetűzés után észreveszi Miles-t, hogy belekeveredett ebben, és egyszerre kell hatástalanítani a gépet, és megmenteni a Miles-t. Miközben találkozott Miles-szal, rájön, hogy ugyanolyan póképességei vannak neki is. Itt lemegy a nagy hatacáré, aminek a végén Fisk megöli Peter-t. Peter halála előtt sikeresen odaad egy pendrive-ot Miles-nak, amivel majd sikeresen hatástalanítani tudják a gépet, azonban a ragadozó a nyomába ered Miles-nak, így nem tud visszamenni, így Miles csak később tudja befejezni azt, amit Peter elkezdett. Peternek egy eléggé nagy megemlékezése lesz, amit azt követ, hogy Miles a sírhelyénél találkozik Peter B. Parkerral, aki Peter egy idősebb variánsa a multiverzumon keresztül. Miután Miles meggyőződött, hogy ő tényleg egy Peter, meggyőzi Peter-t, hogy segíteni kell neki, ugyanis a pendrive elromlott. Bele is megy Peter, és így először Fiskék egyik irodahelyéhez megyünk, ahol megismerkedünk az itteni Octopusszal és Spider-Gwennel. Sikerült megszerezni a fontos információkat, amivel helyre tudták hozni a pendrive-ot. Spider-Gwenről kiderül, hogy ő is egy másik univerzumból jött, ugyanúgy a gép első beizdítása után. A pendrive-val az itteni Mainin-hez mennek, ahol Peternek egy titkos pókbarlangja van. Itt pár másik pókember variánssal is meg tudunk ismerkedni, de ezután Miles végül elmenekül, mivel a sok pókember által mért teszt az sikertelen volt. Azonban követte őt a ragadozó, így visszament Peteréket, ahol lemegy egy csataparti az itteni Sinister Six-el, vagy az itteni pók ellenségből összeállt csapattal, és akkor ez a Sinister Six és pók csapat össze tűzi egymást erejét. A végén kiderül, hogy a ragadozó nem más, mint Aaron Davis, akit végül Fisk lelő, miután Aaron nem ölte meg Miles-t. Miles apja elkezdi körözni pókembert, aki már itt Miles, ugyanis azt hiszi, hogy ő ölte meg Aaront. A pókemberek végül aztán sikeresen megcsinálták a pendrive-ot, és miután Miles-t ott hagyták, ő emiatt végre rájön, hogy hogyan kell az erejét használni. Elkészíti pókruháját, és megy ő is a harcba, ahol röviden mindenki visszamegy a világába, és végül Fisk letartóztatásra kerül. Miles pedig átveszi a már ismert, közkedvelt pókember szerepét, akit a film végén végül felkeres Gwen, úgy, ahogy az előzetesekben is láthattuk. A stáblistás jelenet pedig már a Pókverzum 2-t vetítette elő, ugyanis ott már láthattuk az Oscar Isaac által hangot adó 99-es pókembert. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a mai videó, pontosabban a mai egyik videó, ugyanis ma még jön Patrik a top 5-tel, vagy 5, ez még ugye én még amikor ezeket felveszem, nem tudom, hogy milyen elrendezésben mennek ki, ti már úgyis tudni fogjátok, de a lényeg, ami lényeg, hogy holnap már premier, és akkor holnap még egy kritika az első filmről, pénteken pedig a másodikról. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk akkor holnap, sziasztok!